A fiatal zsenge növények mintegy 150 méteres hosszúságban kerültek a földbe. A jövőben ezek látványosabbá teszik a bánáti falu piacát. A kerítés mellett több mint 20 éven át tuják voltak, amelyeket ősszel kiszedtek, és a helyükbe lompullató fákat, valamint örökzöld cserjéket ültettek. Az újítás tetszik az eladóknak és a vásárlóknak is. Link Mária gyakran jár a piacra, hiszen, mint mondja, a zöldségféléket itt lehet olcsóbban megvenni. Főfigyeltem, hogy milyen szépen megcsinálták, új facsemete sor van, szépítik a piacot. A kerítést, de a kerítést is megjavították. Átfestették úgy, hogy szép ült örökbecse. Haladunk előre, szép. Ezek szerint akkor önnek tetszik az új zöldövezet, pontosabban az új facsemeté, a kerítés mellett. Igen, szebb most ez, mint ami volt régen, az el is volt száradva, el is volt törve, ez most szép. A facsemeték még eléggé kicsinyek, azonban majd egyszer megnőnek, hűvöst biztosítanak, úgy az eladóknak, mint a vevőknek. Igen, meg ami a legfontosabb, nagyon szép, hogy zöld fákat raknak. Én nagyon szeretem, ha a városokban sok kis parkok vannak, zöld területek, nagyon szép. Ez jellemzi most a törökbecsei piacot. Igen, is. Nagyon szeretem. A mások is dicsérik, hogy szépül a piac. Ez, ha megmarad, ez nagyon szép lesz. A nyugalmazott Szőnyi Mária 20 éve házi termékeket árul piacon. Még jól emlékszik a régi tujafákra. Nem tudom, hogy mi történt a tujákkal. Nagyon szép volt, lombos volt, de látom, most kivették. Hát így is megfelel, mert nagyon szép a helyébe, amit tettek. Úgy néz ki, mint a virág. Nagyon szépen. Virágos kert. Virágos kert. Marika néni. Virágos kert lett belőle, igen, olyan nagyon szép. Én teljesen meglepődtem, mikor kijöttem, és láttam, hogy mi van. És környes, körű az egész minden, itt nagyon szép. Az egész piacot körülvették egy zöldövezettel. Igen, nagyon szép. Én úgy hiszem, hogy vadmegynek hívják ezt a csemetét. A régi tuják közül voltak, amelyek el voltak száradva, megsárgultak? Valami baja volt, ha már kivették, biztos. Ültettek lombhullató fákat is, amelyeket most körül biztosítottak dróthálóval, hogy ne essék kárben. Igen, hogy nehogy valaki kitörje, vagy mit tudom én, igen. Szép lesz, biztosan, hogy szép lesz majd. Különösen akkor, amikor megnőnek. Persze, úgy van. Miért lesz majd jó és szép Marika néni ön szerint? Hát, hogy szép zölddel, hűvöst ad majd nekünk. A régi tujafák, azok nem biztosítottak hűvöst, hiszen nem is volt oly sok belül. Nem, még hát az nem volt széles. Így élő kerítés lesz a piac körül, ha bár van drótkerítés is, de ez mellette még dísz. És nagyon szép. És nagyon szép, igen. Nagyon meglepődtem, amikor kijöttem, nagyon meglepődtem. Az új zöld övezet idővel szép látványt nyújt majd. Véli Jasztrebinác István, aki 25 éve rendszeresen árul a törökbecsei piacon. Ha megnyílnek, akkor majd valamit fognak mutatni, de most még kicsikék. Milyen fák voltak azelőtt, Pista bácsi, az a kerítés mellett a piac? Tujafák voltak azok, amik most már teljesen tönkrementek és el voltak száradva. Csúnyát mutatott a piac környéke. Több mint 20 éve árul a piacon. Emlékszik arra, hogy mikor ültették ezeket a tujafákat, amelyeket nem régiben kiszedtek, és helyébe új facsemetéket ültettek? Hát abban az időben, amikor elkezdtünk még árulni a piacon, akkor abban az időben ültették, de nem voltak hosszú életűek. Megközelítőleg mennyi volt? Ha volt egy 30-40, mert elég sűrűre voltak rakva a kerítés mellett, hogy zöld kerítést mutassanak a piacnál. Élő sövény volt. És addig még jók voltak, fiatalabbak voltak, jó volt, aztán pedig tarka lett, mert elkezdtek száradni. Megközelítőleg hány méter hosszan ültettek új facsemetéket? Hány méter hosszúsága ez a két kerítés? Egyik kerítés van olyan 70-80 méter, a másik kerítés pedig szintén olyan 70-80 méter, 150 méter körülbelül. Szépül a törökbecsei piac, a helyi kommunális közvállalat tesz arról, gondoskodik arról, hogy szépítse a piacot, úgy az árusoknak, mint a vevőknek, a helyieknek. Önnek akkor ezek szerint jó véleménye van az új növényzet? Jó, megfelelő a környezet, megfelelő a karbantartás. Átfestetik a piaci asztalokat, a kerítést és mellé buja növényzet került, ami még nem buja, azonban majd egyszer megnő, ahogy mondta. Fog fejlődni, és akkor majd buja lesz. Hűvöst biztosít, és biztosítsa a hűvöst. Látvány. Igen.
A fákat és örökzöldeket a legmegfelelőbb november vége és április közepe között elültetni, jegyezte meg Szofia Blázsin, a Törökbecsei Kommunálac Közvállalat kertészmérnöke. Hozzátette, miután a temetőben már korábban elvégezték a tervezett fásítást, az időjárási viszonyok a piaci munkálatokat is lehetővé tették. A piacot körülvevő drótkerítés mellé lombhullató, pontosabban gyertyánfát ültettünk, amelyek közé 6 méteres hosszúságban 30-30 cm-re a földbe ágrendszerű örökzöld babérmedgyet helyeztünk. Ezt úgy kell elképzelni, mint a virágos kertet, tehát egy-egy fa közé szép látványt nyújtó növények kerültek. Az ültetést megelőzően megműveltük a földet, hiszen nem szeretnénk, hogy a zöld övezet korán tönkre menjen. Ez történt az itt lévő volt tujafákkal is, amelyekből 30 darab volt, és ezeket ősszel ki is szedtük. Most az új csebetéknek megfelelő élőhelyet tudunk biztosítani. A kerítés melletti szépítést a Zsárkó-Zrenyanin utca közben, valamint a piac hátsó bejáratánál lévő közterületen végeztük el. A csemetéket a Pancsova melletti Révúj faluban vásároltuk meg, gyertyánfából 12-t, babérmegyből pedig 65-öt. A törökbecsei piac fásításához szükséges 220 000 dinárt az önkormányzat biztosította.